gondold meg, és így áll. Örökké a világ sem áll. Eloszlik, mint a buborék, s marad, mint volt, a puszta lég. Hőgyészről, Kakasdról és a Völcsék településeiről érkezett az a 30 középiskolás, akik indultak a Bonyhádon megrendezett Vörös Marti Mihály emléknap és Tolna megyei szavaló versenyen. Első alkalommal hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ az intézmény névadójának tiszteletére azt az emléknapot, amely ahhoz kapcsolódik, hogy 218 évvel ezelőtt született Vörös Marti Mihály. Több területet ölel fel ez a program. Elsőként egy szavalóverseny zajlott itt az intézmény berkein belül, ahol is két korcsoportban mérték össze felkészültségüket a fiatalok, és azt mondhatom a zsűri tagjaként, hogy remek költeményeket prezentáltak és tolmácsoltak. Hasztalan van olvasásom, nyugtott nem lelek, munkátlan toll áll előttem, s puszta levelek. Minden szónak kezdetében szép neved ragyog, ott van minden kis vonásnál, s rám felmosolyog. Mindenekelőtt nagyon fontos a szöveghűség, hiszen akik annó megírták a verseket, azért írták meg olyan formában, hogy azt úgy is kell prezentálni. De természetesen ennél sokkal összetettebb és sokrétűbb egy-egy ilyen versenynek a zsűrizése és díjazása, hiszen az előadásmódtól a közönséggel való kapcsolattartáson át számos olyan pont és kritériumnak kell megfelelni, ami egyedivé és helyezetté tesz valakit. És az idei évben azt mondhatjuk el, hogy mind az első, mind a második korcsoportot tekintve elhangoztak olyan költemények és olyan produkciókat láthattunk, hallhattunk, amelyek mindenképpen bizakodásra adnak okot, és mi bízunk benne, hogy tovább folytatják a szavalást, és több ehhez hasonló programon nyilvánulnak meg a fiatalok. Mindenképpen dicséretes és elismerésre méltó a teljesítményük. A diákok egy előre meghatározott kötelező és egy szabadon választható Vörös Marti verssel nevezhettek. Vesztegetett felséges erőt, holt nyelvre barátom. Nemzeti nyelvünket megveti éres leszed. Vagy tám hátráltat valami? S nincs semmi reményed, aki deák nyelven verseit írogatod. Képzelj oly katonát, ki másnak rettenetesen mennykövező, helyről futva reménytelenül. Mely alacsony szívhez írik futásba keresni, megmaradott éltünk, romlott. Mindenkinek szeretnénk gratulálni, mind a versenyzőknek, mind a felkészítőknek, hiszen a mai korban nem feltétlenül nívós és közkedvelt verseket tolmácsolni, de nagyon, szerencsére nagyon sokan vannak még azzal úgy, hogy kiállnak a nagy közönség elé, és elmondanak egy-egy szép költeményt. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek, élen Lukács Józseffel, akik úgy gondolták, hogy az idei esztendőben ezt megszervezik, de ahogy említettem is, mindenképpen hagyományteremtő szándékkal és céllal tették mindezt. A programot a Vörös Marti Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert támogatásból valósította meg. A szavalóverseny után a Művelődési Központban Vörös Marti Mihály, Csongor és Tünde című művét mutatták be a résztvevő iskolásoknak.